Fogyasztói tudatosság, elismerés kapott az Encsencsi általános iskola. Nagy siker, már több ezren látták a vasárnap nyílt vásárosnaményi vadászati tárlatot. Orszarvú Nyíregyházán, Hollandiából érkezett Naomi, a 3 éves nőstény. Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címet adományoztak az Encsencsi általános iskolának. Az intézményben 3 éve indult pedagógiai program a tudatos fogyasztás megismertetése érdekében. Ez a Kölcsey Televízió híradója, köszöntöm Önöket! Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nagyon aktív a fogyasztói tudatosságra nevelés területén. Az Encsencsi általános iskola a 6. megyei intézmény, amely megkapja az elismerést. A fogyasztói tudatosságra nevelő iskola megtisztelő címet Hajdú Henrietta intézményvezető vette át Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős államtitkártól. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium azokat az intézményeket értékeli, ahol bővítik a diákok fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ismereteit. Az Encsencsi iskolában zöld kommandót is létrehoztak. Külön csoport jött létre a tanulók által, egy olyan diákcsoport, akit a zöld kommandónak hívunk ebben az iskolában, és neki különféle feladatuk van, például napközben végigmennek az iskolában, megnézik, hogyha világos van, lekapcsolják a villanyt, ha véletlenül a csap, a vízcsap nyitva maradt, akkor elzárják. Ez több éves munka, tehát azt tudom mondani, egy 3 éves összefogás a tantestület és a gyerekek által. Az iskolai fogyasztóvédelmi oktatást támogatja a Mátészalkai tankerület is. Az elmúlt évek szó szerint is hasznot hoztak a gyermekeknek, hiszen 10 óraira már a saját kertjük termését fogyaszthatják el. Iskolakertet nyitottak a gyerekek, támogatja a tankerületi központ minden ilyen kezdeményezést, és így megismerik a mindennapi munkát, a saját munkájuknak tudnak örülni, és azokat az élelmiszereket fogyasszák, amiket ők megtermelnek. Itt ebbe az évben már paprikát, paradicsomot termeltek, amit nagyon jó ízűen fogyasztottak a gyerekeink. A település polgármestere örömmel fogadta az iskolai kezdeményezést, mivel számukra is fontos a tudatos közösségi magatartás. Tudatos fogyasztókat próbálunk nevelni, tudatos felhasználókat. Ez nagyon sok területen érinti a napi munkánkat, hiszen nagyon nagy létszámú, hátrányos helyzetű lakos él a településen, akiket sok esetben meg kell tanítani bizonyos alapkérdésekre, gondolok itt a szemét kezelésre, az utcai viselkedésre, külön fel kell hívni a hazai helyi termékeknek a fogyasztásának a fontosságára, és általában ami nagyon fontos lenne, hogy ezt már az általános iskolában a gyerekek is minél hamarabb megkapják ezeket az instrukciókat. Keszthelyi Nikoletta, a helyettes államtitkár, a díjátadón elmondta, büszke arra, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye több általános iskolájában is kiemelkedő munkát végeznek a pedagógusok, hiszen ezekből a gyermekekből az ismeretek elsajátítása után tudatos fogyasztók válnak. Azokat az iskolákat díjazzuk, illetve elismerjük a munkájukat, akik felismerték, hogy a fogyasztóvédelem oktatása, illetve a fogyasztói tudatosságra nevelés fontos. Ugye még 2016-ban írtuk ki ezt a pályázatot, amelyre bármelyik iskola, általános iskola, középiskola, szakképzési intézmények is pályázhatnak. Na, az Encsencsi általános iskola egyébként 92-ként fogja megkapni ezt az elismerő címet, és Szabolcs megyében pedig a 6-ként. Tehát Szabolcs megye nagyon aktív ezekben a tudatosságra nevelő programokban, és valóban nagyon örülünk annak, hogy itt az általános iskolában a diákokat a fogyasztói tudatosságra nevelik. A fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címet az eddigi 5 körben összesen 93 oktatási intézmény érdemelte ki. Köztük 34 általános iskola és 59 középiskola. A települések közül Budapest jár az élen 12 intézménnyel. Debrecen és Győr 7-tel holt versenyben a második, a bronzérmes pedig Pécs, ahol 5 iskola nevel fogyasztói tudatosságra. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és a Beregi térség értékeit mutatták be kedden vásárosnaményban. Jelenleg a legizgalmasabb kulturális program az a vadászati tárlat, amely része az Egy a természettel világkiállításnak. Óriási az érdeklődés az esemény iránt, a vasárnap nyílt tárlat segítségével már több ezeren ismerkedhettek meg a Kárpát-medence állat- és növényvilágával. Esik eső, nagy sár van a faluba, meglátszik a lobotlónak a nyoma. Gyere, babám, takarjuk be a nyomát, így is úgy is te rád költöm hazát.
Csarondai férfi kórus szórakoztatta Vásárosnaményban a vadászati világkiállítás látogatóit. Ugyan a következő hetek elsődlegesen a természet szépségeinek bemutatásáról szólnak, kedden számos más érték is szerepet kapott. Megszólaltatták például a Hungarikumnak számító tárogatót, a Zema porcelán ékszereit is megtekinthették az érdeklődők, egy tálat pedig a megye különböző kulturális értékeibe adott betekintést. Amellett, hogy bemutatjuk azokat a megyei értékeket, amelyek a megyei értéktárban szerepelnek, egyrészt egy kiállítás keretében, amelyekben a természeti értékekre és a kastélyi kúriákra fókuszálunk, emellé egy kis kulturális műsorral és egy konferenciával is kedveskedünk az ide látogatóknak. A konferencia keretein belül pedig igyekszünk a megyei értéktár mellett azokra az értékekre fókuszálni, amelyek kötődnek egyrészt a vadászati kiállításhoz, hiszen azért a természeti értékeink itt a Berekben azért hiszem, hogy elég híresek, hiszen hogyha csak a lápokra gondolunk, a dzsungelgyümölcsösre, vagy éppen mondjuk akár a beregi vulkáni kúpokra, akkor azt hiszem, hogy nagyon sok minden van, amiről tudunk beszélni. De a természeti értékek mellett szeretnénk megmutatni azért egyéb Berekhez kötődő értékeket is. A vadászati kiállítás vasárnapi megnyitója közel 2000 embert vonzott Vásárosnaményba. Filip Sándor polgármester azt mondta, a helyiek büszkék a programsorozatra, a város pedig méltó helyszíne az országos eseménynek. Egy a természettel, ez a legfőbb mondandója ennek a kiállításnak, és nagyon sokan voltak itt a vasárnapi megnyitón, több mint 2000 ember tette tiszteletét, és adózott annak a rendkívül nagy eseménynek, amelynek Vásárosnamény egyik vidéki helyszíne, hiszen 50 év után, 1971-et követően 2021-ben mi is otthon adhatunk a vadászati kiállítás egyik vidéki helyszíneként. A Kárpát-medence állat és növényvilágát mutatja be ez a terem, de megtekinthetőek Észak-Amerika és Afrika természeti jellegzetességei is. A Vásárosnaményi vadászkiállítás 2017-től a megyei értéktár része, országos ismertségre pedig a mostani eseménynek köszönhetően tehet szert. A tálat megálmodójának az volt a célja, hogy ne csak a vadászat, hanem a magyarság történelmi szimbólumait is megmutassák az embereknek. Nagyon sok gyereket integráltunk az elmúlt időszak programjaiba. Nekem fontos az, hogy ne maga a vadászatot, hanem a történelmünket, mint honfoglaló magyarok, a következő sátorba be tudjuk mutatni a kereszténységünket, következő helyiségbe bemutattuk a természetvédelmet, és természetesen fontos részemről a képzőművészet, a népművészet, és ott a fafaragók mutatkoznak be. Csak azt követően mutatjuk meg az általam létrehozott 1800 négyzetméter, 200 preparátummal és közel 600 csonttrófával a maga a kiállítási teret. Az elmúlt napokban több ezren tekintették meg a kiállítást, melynek tematikus programjai egészen október 14-éig tartanak. Továbbra is erős az újépítésű lakások iránti kereslet, így nem meglepő, hogy az árak az egekbe szöktek az elmúlt időszakban. Sokan hiába veszik igénybe a különféle támogatásokat, majdhogy nem az egész összeg elmegy a megnövekedett költségekre. A 35 percnek nyilatkozó ingatlan szakértő szerint a drágulás ellenére nem várható ingatlan krach a közeljövőben. Társasházak a Nyíregyházi Egyetem környékén. Össze mindig megélénkül a kereslet a lakások és az intézmény közelsége miatt kimondottan ezek iránt is. Erre jellemzőbb, hogy a tanév kezdetén több szülő a bérletkeresés helyett lakást vesz felső oktatásban tanuló gyermekének. Ez ugyanakkor jelentősen nem bolygatja fel az ingatlan piacot. A használtak mellett az új építésű lakásokat is sokan keresik, ilyeneket inkább fiatal házas párok vásárolnak csokkal és más állami támogatás segítségével. Alapvetően az új lakások árai határozzák meg a piac mozgásait, nem csoda hát, hogy a közelmúltban nagyon elszabadultak az árak. Az élénk kereslet mellett ennek oka az építőanyagok árainak drasztikus növekedése. A brutális drágulás nem érte teljesen váratlanul a piac szereplőit, hangsúlyozta egy ingatlan szakértő 35 perc című műsorunkban. Itt azért kellenének olyan szankciók, olyan mérési adatokkal rendelkező embereknek ebbe döntést hozni, akik tudják azt, hogy mennyit vettek el ebből a sóderbányák, mennyit a téglagyárak. Tehát igazából gyakorlatilag teljesen benyerték azokat az állami támogatásokat, amelyeket kaptak.
lehetett pozícionálni, de hogy ennyire, azt nem. Tehát én álmomban nem gondoltam volna, hogy Nyíregyházán a szabolcsi bérek és fizetések mellett 490 ezer forint per négyzetméterért fogunk árulni egy lakást. Tehát ez nonsensnek tartom. Sok helyen úgy megdrágultak az ingatlanok, hogy lényegében a felvett támogatások szinte teljes mértékben elmennek a megnövekedett költségekre. Hogy meddig fajulhat a helyzet és mi várható a piacon a jövőben, a szakembert arról is megkérdeztük. Nem lesz itt egy ingatlan krak, tehát abban nem lehet gondolkozni, mint volt ezelőtt 10 évvel, hogy itt fizetőképtelenekké válnak az emberek, nem tudjuk fizetni, és lezuhannak az árak, az ingatlan árak. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy valószínűleg lesz egy stagnálás. Én azt mondom, ha lenne egy 10-15% csökkenés, akkor nagyon boldog lenne mindenki. Megfizethetőbbek lennének az ingatlanok, könnyebben hozzájutnának azok is, akik eddig nem jutottak hozzá, illetve az állami bérlakásoknak az építésével kapcsolatban pedig nagyon-nagyon egy lenne a fiataloknak. Ha még ezt fecskelakásoknak is indítjuk, akkor is egy borzalmas nagy előny lesz, de az biztos, hogy ez nem fogja bírni, tehát bizonyos társadalmi rétegek ki fognak esni, ha ez maradna. Sokan egyébként a megfizethetőség határán is megveszik az új építésű ingatlanokat, azok közül azonban, akik olcsóbban akarnak lakáshoz jutni, egyre többen költöznek ki vidékre a megyeszékhelyről, nyíregyházi ingatlanjukat pedig eladják jó pénzért. A szakember elmondása alapján az elmúlt időszakban Tiszavassári vált a vidékre vándorlók egyik fő célpontjává a megyében. Több mint egy tonnás, 3 éves nősténnyel bővült a széles szájú orszarvú család a nyíregyházi állatparkban. Naomit Hollandiából hozták, és nagyon könnyen beilleszkedett új környezetébe. Ő a második nőstény, aki idén Nyíregyházára érkezett. A széles szájú orszarvú az elefánt után a második legnagyobb szárazföldi állat. Ezeket a felvételeket a nyíregyházi állatpark gondozói készítették közel 3 hónappal ezelőtt, amikor új nőstény érkezett a széles szájú orszarvú csapatba. Naomi első napjait a kötelező karanténban töltötte, aztán kiengedték a hatalmas Afrika élővilágát bemutató kifutóba. 2 nőstény társával és a velük együtt élő zebrákkal is hamar megbarátkozott és beilleszkedett. A természetben ezek az orszarvú nőstények csoportosan, a hímek magányosan élnek. Ugyanezt biztosítják számukra zárt körülmények között is. A Földön 5 orszarvú faj él, ezek közül a legnagyobb az afrikai széles szájú orszarvú, egy hím akár 3 tonnás is lehet. Sajnos az összes orszarvú fajra jellemző, hogy végveszélyben vannak, nem csak élőhelyük pusztítása miatt, de az orvadászok is folyamatosan fenik rá a fogukat az orszarvuk miatt. Ezért különösen fontos, hogy az állatkertek ne csak bemutassák, hanem tenyészék is őket. Ennek a programnak a keretein belül érkezett Naomi is. Ő jelenleg 1,2 tonnát nyom, felnőtt korában akár a 2 tonnát is meghaladhatja majd. Ha pedig eléri az ivar érett kort, összeengedik körtel az állatpark hím széles szájú orszarvújával. A hídon akkor megyünk át, ha odaértünk, ezt szoktuk mondani, tehát most az első lépésünk az az, hogy legyen egy sikeres párosodás, utána csupán 16 hónapot kell várnunk a kicsi megszületéséig, és minden állatfajra az a jellemző, hogy amíg az anya gondozza, addig mindenképpen együtt van a kis állat, hiszen erre volt már példa nálunk, más orszarvúfaj esetében, hiszen az országban egyedülálló módon mi 2 orszarvúfajt is bemutatunk, az indiai orszarvúnál láthattuk a kicsinek a világra jövetelét, a növekedését és a búcsú pillanatait is. Ez körülbelül 1,5-2 éves korban történik meg. Október 4-én az Állatok Világnapján az orszarvú csapatot is megnézhetik a látogatók. Ekkor ugyanis kedvezményes belépővel lehet bemenni a nyíregyházi állatparkba, ahol számos más érdekes program várja majd az érdeklődőket. A nyíregyházi törvényszék emberölés büntette miatt 16 év fegyházban letöltendő szabadságvesztés büntetése ítélte azt a dombrádi férfit, aki tavaly nyáron addig verte élettársát, míg az belehalt az okozott sérülésekbe. Ráadásul az eszméletlen nőt magára hagyta, csak 1 nappal később hívott hozzá segítséget. Az ítélet nem jogerős. Kapcsolatukat viharosság jellemezte, a vádlott féltékenysége miatt többször előfordult, hogy veszekedéseik során fizikailag is bántalmazta a sértetted. 2020. június 4-én az esti órákban veszekedni kezdtek, mivel a vádlottnak tudomására jutott az, hogy az élettársa megismerkedett egy másik férfival, és emiatt őt felelősségre vonta.
A veszekedés során a vádlott a sietetett számos, igazából megszámlálhatatlan alkalommal kis és közepes erővel puszta kézzel arcul ütötte, melynek következtében a sértett fejtetőn, arcán és szárnyárka hátyáján zúzódásos, hámhorzsulásos, repesztett sérüléseket szenvedett, a fejsisakban és az arc lágy részeiben kiterjedt bevérzései keletkeztek. Börtönbe küldeni a fehérgyarmati ügyészség azt a kömörői férfit, aki tavaly végigrabolta a település főutcáját. Vitt mindent, amit talált. Pénzt, ruhákat, hangfalat, feltört autókat, lakásokat, egy hátizsákot is ellopott, amelyben lőszereket talált. Ezeket ugyan elrejtette, de a rendőrök megtalálták. Ha a férfi beismerő vallomást tesz és lemond a tárgyalásról, akkor az ügyészség 2 év 6 hónap börtönbüntetést kér a vádlottra. Pénteken Mezőberényben kezdi a kosárlabda bajnokságot az MB2 keleti csoportjában a Sunshine Nyikse. Az előző szezonban aranyérmet szerző együttesből távozott Gáspár Balázs, Tisza Bálint és Kósa Tamás. A szakmai munkát továbbra is Kovács Tibor irányítja, Savics Brán segítségével, aki játékosként is ott lesz a pályán. Új szerelés, némileg megújult logó, új játékosok. Hagyományos idény előtti sajtótájékoztatóján számolt be a Nyíregyházi Egyesület vezetése a legfontosabb változásokról. Balogh Béla elnök kiemelte, az elmúlt hónapokban is toboroztak az iskolákban, így több mint 50 kosárpalánttal kezdte el augusztusban az edzéseket. Az utánpótlás bajnokságokban az U11-től az U18-al bezárólag valamennyi korosztályban indít csapatot a Nyikse. 12 utánpótláskorú csapat van, és egy felnőtt csapat, ugye az MB2, 10 edzővel dolgozunk, ebből minden csapat mellett 2 edző van, idén már ezt elértük, és ez azt gondolom egy óriási cél, hiszen ez fontos az alapos szakmai felkészüléshez, és olyan csoportok kezelése az, ahol adott esetben 20-an vesznek részt egy edzésen, ott nyilván meg kell bontani, a kisebb csoportos edzések, foglalkozások, akár az egyéni képzések, erőnléti felkészítések, ezek mind hasznára válnak az utánpótláskorú játékosoknak. A zászlósajónak számító felnőtt csapat az előző szezonban az alapszakasz, majd a rájátszás is megnyerte az NB2 keleti csoportban, az osztályozón viszont nem sikerült kiharcolni a feljutást. A tavalyi keretből távozott Kósa Tamás, érkezett viszont Olá Zoltán, Vida Zoltán, Vámos Bence, Lakatos Zsombor, Szenti Mátyás, Tóth Viktor, és az edzői feladatokat is ellátó Savics Bráne is ott lesz majd a pályán. Most már ezzel, hogy a csapatunk szépen kialakult, és Bráne Szavicsnak a szakmai és fanatikus hozzáállásával, játékos és edzői munkájával együtt, és a csapat összetételét is most már látva, az első két hely valamelyikétől szűki célul, ami feljogosít bennünket arra, hogy a legvégén a playoffban szerepeljünk, és hát most már megfogalmazhatjuk, szeretnék legalább azt a döntős helyet elérni, és bízunk abban, hogy egy osztályt tudunk lépni. Mint Savics Bráne elmondta, inkább a pályán kívülről igyekszik majd segíteni a fiatalok fejlődését, de ha szükség lesz rá, a játéktéren is kezébe veszi a karmesteri pálcát. A cél nem lesz ez, hogy én fogom játszani 40 perc. Én szeretem adni sok játékperc fiatal játékosok. És mikor fogom érzeni, hogy valami baj van a pályán, nem teljesen rendesen kosárlabda játszunk, akkor be fogom lépni, és pár perc, és fogom mutatni, hogy kell csinálni a rend a pályán, hogy fiatal játékos, akkor kispadon lehet élőben látni és tanulni, hogy kell csinálni. Ez szerintem ez a legjobb iskola lesz nekik. Pénteken az első fordulóban Mezőberényben lép pályára Sunshine Nyikse, majd újabb 2 idegenbeli mérkőzés következik. Hazai környezetben először október 29-én a Tiszakéske ellen láthatják a szurkolók a csapatot a Bánki torna termében. Híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, de már csak néhány mondatban. Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címet adományoztak az Encsencsi Általános Iskolának. Az intézményben 3 éve indult pedagógiai program a tudatos fogyasztás megismertetése érdekében. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nagyon aktív a fogyasztói tudatosságra nevelés területén. Az Encsencsi a 6. megyei intézmény, amely megkapja az elismerést.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és a Beregi térség értékeit mutatták be kedden Vásárosnaményban. Jelenleg a legizgalmasabb kulturális program az a vadászati tárlat, amely része az Egy a természettel világkiállításnak. Óriási az érdeklődés az esemény iránt, a vasárnap nyílt tárlat segítségével már több ezren ismerkedtek meg a Kárpát-medence állat- és növényvilágával. Több mint egy tonnás, 3 éves nősténnyel bővült a széles szájú orszarvú család a Nyíregyházi állatparkban. Naomit Hollandiából hozták, és nagyon könnyen beilleszkedett új környezetébe. Ő a második nőstény, aki idén Nyíregyházára érkezett. A széles szájú orszarvú az elefánt után a második legnagyobb szárazföldi állat. Önök 2021. szeptember 29-én szerdán a Kölcsey Televízió iradóját látták. Iradóval legközelebb holnap este találkozhatnak, híreinket pedig addig is keressék honlapunkon vagy Facebook oldalunkon. Viszontlátásra! Szerdán este túlnyomóan derült, száraz időre számíthatunk. Reggelre már erősen felhős vagy borult lesz az ég, néhol kisebb zápor is előfordulhat. A déli-délnyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 14 fok között alakul. Csütörtökön a maihoz hasonló borult, hideg, őszi idő várható, a déli-délnyugati szél élénk lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 11 és 16 fok között alakul. A hétvégére némileg emelkedik a hőmérséklet, szombaton és vasárnap 20 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.